Hát miért lábszoztok, gyerekek? Bocs, ezt nem hagyhatnám ki, nem tudom. Alig vártam, hogy játszok ezzel a játékkal, egy nap kimaradt ebből. Egy nap kimaradt, gyerekek. Hét napból hétszer van ilyen játék. Tegnap kimaradt, és már írtátok, hogy Hawaii, no, miért nincsen? De most meg már van egyébként. A cica valahol itt van, mert nyekereg, nyávorog a macska. Na, gyerekek, figyeljetek el, világon valami komplett tutoriálba fogunk belevágni, amiben a saját árnyékomod van, és vakartam a fejemet. Figyeld, várjál. Figyelj, ott az árnyékunk, és akkor így az előbb így csinálod, amit a karakterem. Tényleg a fejét vakarta, hogy most mi lesz itt. Jaj, de ne! Ne keeper! Ne térjünk el a tiájtól. Ez mi ez? Itt a zsák. Itt a zsák kukorica, vagy valami olyasmi, olyan kevert dolog. Na, ebből a bemutatóból megtudhatod, hogyan vásárolj állatokat az állatkereskedőtől, és szállítsd őket a farmodra. Egyébként ez nem az előző tutorial, hanem elvileg ez egy komplett tutorial, hogy tudsz velük bánni. Na, nyomjunk egy kezdést. Nyisd meg a jószág menüt. Ja, gondolom akkor itt most azt kell csinálni, hogy mik szerint kell ára szerint, hogy úgy meg tudom venni, hogy egyből hova kell menni? Az istálóba, látod? Nem kell ugye ide hordani, ha nem akarod. Ha nem akarsz autentikus, real gameplayt, akkor nem muszáj. Nem muszáj. Egyébként nőstényt is lehet venni, aztán izének. Szaporodnak ezek az állatok-e? Megugorják egymást, bóc lesz a fiókba, megköt benne az anyag, meg minden ilyen csodát, bekapja a legyet-e? Na mindegy, oké, csináljuk vétel, vásárolj 4 bikát. Ha csak bikát lehet itten vásárolni, várj, és az egyes istálóba? Na, vétel, oké. Istáló, egyébként itt a legyek zümmögnek. Balános Joe írta ezelőtt nekem, hogy basszus, én azt hittem, hogy nálam cincognak az ekelek. Olyan tök jó meg volt csinálva. Menj, nézd meg a bikákat, meg kell nézni őket. Na. Bátak sorba, ügyesbe. Fejezd be az oktatóanyagot, megtudtad, hogy vásárolhatsz állatokat a kereskedőnél, és hogyan szállíthatod őket a farmjára. Jázd le a következő oktatóanyagot, hogy azt is megtudd, hogy kell gondoskodni az állatokra. Az mi ott? Ott egy egér! Ott egy egér! Látod a bikák lábán, ott egy ilyen nagy patkány. Bazze, ott egy ilyen nagy, ott, és én azt hittem, hogy ez csak ilyen hang, hogy így be van játszott. Ott fölállt két lábra, ott egy nagy patkány, gyerekek, nem hiszed el. Nem úgjatok, mert a patkány ott van-e. Nem lehet bemenni hozzájuk? Ott láttam egy patkány, ott van-a. Egy nagy fehér patkány, dikoz. Hát komolyan mondom, mi történik itt. Na menjetek innen, várjál. Hőhe! Bazza, még az egér is efutott. Hát ezt az egeret megtibrom mindjárt. Nagyon durva. Én tényleg azt hittem, hogy csak izé, csak a hangja van meg, de nem. Figyelj, nem lehet csalni? Gyere ide, egér. Azért füttyölnék az egérnek, azt ide gyűne. Azért az eléggé epik lenne. Na jó, oké, befejeztük ezt a részt. És akkor nézzük meg, hogy kell csinálni. Állatok takarmányozása. Ja, bocsánat, hogy kicsit ilyen bolond vagyok, alig vártam, hogy játszok ezzel a játékkal, hazaértem, azt már veretem is neki, mind az állat. Tapasztaltatok már olyat, hogy ráz a fejhallgatótok? Egyébként nekem ráz a fejhallgatóm most konkrétan. Így a vezetéke egy hozzáér a testömhöz, aztán aztán úgy gondolja, hogy én vezetem az áramot. Tényleg, azt most így vigyelnem kell, hogy a testömhöz nehogy hozzáérne. Itt a nyakamhoz. Au, megrázott meg. Na jó, nem hülyéskedjünk, várja. Sétálj, na erre kíváncsi vagyok, a bunkersiló. Itt van fú, jó, oké, nem, nézzük végig. Mi ez? Mi van itt? Oda nézzé. 600 000 liter töltöttségi szint, kapacitás, konkrétan nyílen van. Siló felfedés, akkor itt lehet, figyelj, lehet izélni. Nagyon jó. Fedd fel a siló legalább 3 szakaszát. Fermentációs folyamat, hátralévő idő, nagyon jó, és akkor fölfedtem, ugye nem muszáj az egész, de jó gyerekek, de jó, ezt annyira imádom egyébként, ez nekem nem tudom, valamiért, ez ilyen becsípődés, hogy én ezt tök szeretem ezt csinálni, az mi ott? Ez a kijelző, aha. Ez a kijelző meg tömörítési hőtérkép, de az lehet, hogy amikor tömöríted, akkor van, látod? És akkor gondolom egy ilyen, tényleg egy ilyen hőtérkép lenne, hogy hol van betömörítve, meg hol nincs betömörítve.
Ez nagyon tetszik. Ja, nekem ez a bunkersiló téma az be van nagyon csipörve, mert a fater az takarmányos volt, és konkrétan ezt csináltuk mi, hogy hogy bunkersilóból hordtuk a cuccot a marháknak különböző településekre a pacsai mezőgazdasági TS-ből a különböző falvakba. Na, mozgasd a homlokrapodót felfele. Juhú! Nagyon jó. Tartsd jobb egérgombot, mozgasd felfele az egeret. Amennyire csak lehet. Hát akkor itt tanulási szakasz van. Engedd le a homlokrakodót, hozzávetőzzenek középső állásig. Jó, homlokrakodót told előre, amennyire csak lehetséges. Ezt mit toljak? Ah, ja, így. Oké, húzd vissza te. Teljesen vissza. Tanulási szakasz van, gyerekek, nagyon jó. Töltsd fel a Mix Kinget. A homlokrakodóval rakod át a kukoricát a silóból a Mix Kingbe. Nagyon jó. Egyébként nekem ez a teljes takarmánykeverék, ami a farmingban van, az nekem annyira idegen volt, egyszerűen soha nem tudtam megszokni. Megmondom a frankó, gyerekek, tudjátok, miért nem mondom, hogy rossz, meg én nem mondom, hogy nem csinálják azt, de ott, ahol én ugye a faterral csináltuk ezt a dolgot, nem volt ilyen teljes takarmánykeverék, hanem konkrétan a bunkersilóból, ami volt, azt adtuk az állatoknak. De aztán lehet, hogy tényleg én tévedek, és lehet egyébként, hogy itt is. Hogy kell kinyitni ezt a homlokra, akkor a gyerekek? Azt, arra még nem jött a keeper. Azt hogy kell kinyitni? Mert azt nem mutatta, bazze. Minden mutatott, csak azt nem. Azt nem mondjátok, hogy nem kell kinyitni, mert akkor szomorú lennék. Ha, ja, bazze. Ennek van ellenállása? Ennek van ellenállása, nem csak így beleszúrom, aztán bele spawnol. Az a gyerekek, hát lehet, hogy egy összkereket kell kapcsolni meg a végén. De mi? Hogy kell kinyitni, gyerekek? Várjál. Lehet, hogy megtaláljuk itt a megoldást. Ezt ki kéne nyitni, bazza, nem? Vagy nem tudom, az nekem úgy valahogy nem stimmel. Hopp, itt van, itt lesz. Aha, jó, kanál kinyitása. Ja, egyébként az ötös gombbal ki tudod nyitni. Ha lett volna annyi eszel keepernek, hogy lepillant, ugye hard barra, mert ugye mi az? Ugye van egy ilyen action barunk, amire ugye ki vannak ragva mindig az aktuálisan használandó cuccok. Na, erre kíváncsi vagyok. Jó. Jó, bazd a gyerekek. Elég ennyi bele, akkor úgy látom. Jó, emeljük föl. Tök jól megy egyébként, mármint így nem nekem megy jól, hanem jól működik ez az egész, tök élethű. Jó az irányítása, így kettő tengely mentén tudod mozgatni, látni ott ugye, hogy mennyire lendül ki, látod így a tengely, és akkor van egy ilyen visszajelzésed, hogy mégis mi a tökömet csinálsz, ez egy jó dolog. Aha, ez így instant beleesett? Tehát nincs animációja, hogy én kiöntöttem, vagy túl gyorsan öntöttem ki. Erre kíváncsi vagyok. Jó, hát csináljunk, gyerekek, ezerrel. Végre valami jó munkát dolgozunk, gyerekek. Nem csak a lábunkat lógassuk, hanem valami férfias melót. Azt nem értem. Valahogy ez nekem nem akar menni tele. Én valamit elszúrok? Menjünk neki így lendületbe egy kicsit. De egyébként az... Aha. Na most már jó, most fullon lett. Az a durva, hogy van ellenállása ennek a dolognak. Tehát így bele kell szúrni. Így kell nyomni egy kövér gázt, egy ilyen tömör dolog. Na, megpróbálom lassan önteni, hogy meglássuk, hogy tényleg nincs animációja, mert akkor kapja az oltást egyébként. Á, nincs animációja, hát ez nem túl jó. Ez nem túl baráti. Egyébként valaki írta, hogy nagyon nem jól csinálom, mert összehasonlítom a Farming Simulatorra ezt a játékot. Hát passzus, de hát igazából nincs olyan releváns játék, amivel így össze tudnám hasonlítani, és ez egy farming játék. Most ez olyan, mint egy autós játékok is szoktak teszt közben hasonlítani más autós játékokhoz. Szerintem ez nincs semmi probléma. És ez tényleg nem fikának szánom, én nem akarom lehúzni a Farming Simulatort, nagyon szeretem, és fogok játszani vele, fogok a 25-tel is játszani. Tök jó, csak annyiról szól ez a sorozat, hogy próbálom el megmutatni,
hogy ez reálisabb, ez reálisabb. Nyilván a Farming Simulator 25-tel egy csomó mindenben nem tudja felvenni a versenyt. Milyen, azt bírom egyébként ezeket a hanghatásokat, olyan fém a fémen, amikor így durranik. Ez tökéletű. Nyilván a Farming Simulator nem egy megkerülhető cím. Azt nem tudod megkerülni. Hogyha hosszú távon te akarsz farmingos játékkal játszani, amiben nagyon sok mód van, ami nagyon, nagyon széles körű dolgot lehet benne csinálni, akkor kell Farming Simulatoroznod. Jó, hogyha megállsz, itt nem úgy van, hogy lerakod a kanalat és megtelik, hanem hogyha megállsz és elfogy a lendület, akkor nem kerül bele több a kanálba. Ugye FS-ben úgy van, hogyha lerakod gyakorlatilag így a kanalat, akkor se kell így turnod, beleturnod, hanem így fölszedi. Ugye van egy ürítési, meg egy felszedési fázis a kanálnak, és nem kötelező neked gyakorlatilag ásni vele, hanem mindjárt megmutatom, hogy a farmingban hogy működik. És én össze fogom hasonlítani a farmingba, mert igazából azzal tudjuk összehasonlítani. Na, a farmingban úgy működik, hogyha így lerakod ezt a kanalat, akkor elkezd telleni, ugye? Hogyha van alatta bármilyen cucc. Itt ez nem valósul meg, hanem itt úgy van, hogy tényleg bele kell fúrnod ebbe az anyagba, és ameddig ugye megy előre, akkor telik. Tehát nem fog telleni így végtelenségig, hogyha csak hozzáér az anyaghoz. Nyilván a vödröt rádobod a búzának a tetejére, attól meg nem fog megtelni, csak akkor belemeríted. Úgyhogy ez egy kicsit élethűbb, mint a FS-be, viszont ez úgyhogy nincs ürítési animáció, amit megpróbáljuk magasabbról, hogy lehet, hogy csak azért nem volt, mert... Na van! Hoppá, én voltam a hülye. Csak azért ugye nagyon közelről dobtam bele, és akkor ugye nem volt ideje látszani ennek a kanálból való ürítésnek. Úgyhogy, ja. Elég érdekes az irányítás különben. Mert ugye, hogyha nem nyomod a jobb egérgombot, akkor nézelődsz, ha nyomod, akkor már kanalat mozgatod, azt néha így azért bele lehet keveredni. Ja, ilyen fél adagokat veszek fel. Mert ugye jaj, most ezt kiöntöttem, bazé, jól van, keeper. Jó, ezt kiöntöttem. Arra még kíváncsi lennék, hogy bárhova is tudunk-e üríteni. Bár szerintem nem. De arra kíváncsi vagyok. Azt mindjárt is próbáljuk, csinálunk egy olyat, hogy kihozom ide. Na itt tudsz 100%-ot meríteni, hogyha tényleg így belemeríted. Na most kíváncsi vagyok, hogy én megpróbálom ide leüríteni, mi fog történni. Én van egy olyan érzésem, hogy nem fogjuk tudni ezt megcsinálni. De ne legyen igazam, na. Nyomunk egy kéziféket is. De le tudtam üríteni, de nem jelent meg. Ez mondjuk érdekes, hogy így nem jelent meg. Azt nem tudom, belekerült a bunkersilóba? Vagy ez olyan kicsi mennyiség, de hát azért valamennyinek meg kéne jelennie. Hát ez jó, ez valahogy nem az igazi. Vannak problémák. Na, itt tudsz egy 100%-osat meríteni konkrétan, hogyha jó beletúrsz. De szerintem ezzel már meg is fogunk telleni. És jó magasra emelem, hogy legyen ürítési animáció, bár nem olyan szép az ürítési animáció, konkrétan ilyen porszerű akármit látsz. Hát az. Oké? És akkor fel kell csatlakoztatni. Jó. És valamit ebben még kell kevernünk nekünk? Lehet, hogy kell. De én komolyan mondom, nem tudom ti, akik valóban a mezőgazdaságban dolgoztok, írjátok már le, légy szíves, hogy a bunkersilóból tényleg szoktatok belekeverni bármit is ebbe a kukorica szecskába? Ezt nem tudom, valahogy. Kapcsolt be, már meg be is kell kapcsolnom? Jó, bekapcsoltam. A kis keveri. Egyébként jó, ennek viszont jó az animációja. Ennek jó az animációja, gyerekek, ennek a dolognak, ez tetszik. Ez Franco. A marhákat etetnik be, gyerekek. Igen. És félig van, hajts az istálóhoz. Jó, ugye ez ilyen keverés folyamat így menjen, azt úgy hajtok. Most például ugye megnyomom az ötöst, akkor ugye becsukja azt a kanálon azt a tartót. Kutya! Alámész a gépnek, baj lesz. Viszont ez ott a macska is, e? Ennyi macska. Oké. És így kell nekiadni az állatoknak. Nekem, ne gondolom őszintén, nekem ez tűnik reálisnak.
És tényleg, aki mezőgazdaságban dolgozott, az írja meg, hogy ez hogy működik. Hogy mi az a teljes takarmánykeverék, gyerekek? Mert én így a TS időkből ilyenre nem emlékszem. Oké, indítsd el a kirakodási folyamatot. Jó. Töltsd fel az etetővájukat. Ja, már tölti is. Ó, nagyon jó. Odarész, ott folik ki belőle. Nagyon jó, de ide kellett nekem izé? Hogy csak következő állás elé. Ezt akartam mondani, hogy azért nem kéne ide rakni az összeset. Figyelj, már jönnek, meg vannak bolondulva gyerekek érte. Ilyen ehesek. Viszont ez tök jó, ez tetszik, hogy izé, hogy így... Már ennének-e. De hogy került, hogy lett ennyi marhám? Oké, és akkor start. És akkor hova fogja most adni? Aha. De meg kell fordulnom, hogy másik oldalra is menjen, gondolom. Oké, eres is meg a folytatás gomba. Várjál, az istállóban bal és jobb oldalon is vannak etütővájúval rendelkező állások. Annak érdekében, hogy ne kelljen kétszer áthajtani az istállón, a Mix King képes változtatni a kirakadási oldalt. Jó. Várjál, nyisd meg a radiál menüt. Mix King. És kirakodási hely, másik oldal. Na hát ennyi volt, gyerekek. Oda már rakodhatom is ki, ugye? Aha. Tökéletes, gyerekek, tökéletes. Nagyon tetszik. És ugye oda rakodik ki. És akkor ugye be tudnak oda állni és tudnak enni. De egyébként a traktor meg van a kőrülve. Csak komoly. Ezt tetszik egyébként, hogy van ilyen, hogy mondjam, interakciójuk az állatoknak. Okay. Oda is rakunk egy kicsit. Tutti, az egerek is ernek, minden is jó. Hagyj ki az istállóból. Még mindig keverjük az anyagot? Még mindig keverjük? Még mindig van benne, ilyenkor mi van? Rendben, kihajtottam az istállóból. Ez a Mix King, ez valami, mint valami DJ, úgy onnak tűnik. Ebből tüki szálljunk ki. Várjunk másnap, menj be az istállóba. Egyébként ez a külső élet, ez nagyon adja, bírom. Várjál, figyeld. Mi újság van, marhákkal nézzük meg. Basz, milyen picik vagyunk, így látszik meg egyébként. Ebben a játékban különben tényleg látszanak a méretek, hogy így nézd meg, hát ekkora egy ajtó. Mondjuk ez az ajtó, ez lehet, hogy egy kicsit túl nagy, nem? Mondjuk aztán nem, mert egy istállón azért nem olyan. Kicsi ajtó kellene, menj be az istállóba, oda ballagunk. Egyébként szerintem már koszosodik itt a cucc, nem? Erősítsd meg a folytatás gombbal. Oké, okay. Az információs ablakban láthatod, hogy állataid megették a takarmány egy részét. Mindig ügyelj arra, hogy az állatok számára elegendő táplálék álljon rendelkezésre, és soha ne érzelek. Naponta kell etetned őket. Ja, bazd, meg tudod nézni, figyeld, Super Silo 2000, itt van, hogy mennyit ettek, hogy meddig van, 96%-ig. Itt is meg tudod nézni, az oltal egy csomó minden információt így le tudsz kérni. És ugye itt van a transportbox, ide tudod átrakni, hogyha transportálni akarod őket. Csodát, szuper. Na, azt is megteheted, hogy egyik alkalmazottra rábízott az állatok takarmányozását. Az alkalmazottak menüben megismerheted ennek beállítását. A következő oktatóanyagban megtudhatod, hogy kell eladni hízott birkákat az állatkereskedőnek. Egyébként az tök durva, most egy kicsit kijövök ide, mert úgy bőgnek ezek, mind az állat, hogy az alkalmazottaknak tudsz olyan munkákat adni, hogy mondjuk rendezi az állatokat. Ott fut az egér, én megpróbálom elkapni. Ez nagyon beteg. Itt az egére. Nyilmi színen az anyád, úristenet. Meg van rekedve, figyeld! Befutott a izébe. Lol, ez jó. Ott fut végig. Dick! Menjél innen le! Nagyon jó. Egy darab egerünk van. Szuper. Na, megyünk tovább. Jó, azt tetszik, hogy különböző ilyen munkákat tudsz alkalmazottaknak adni, tehát fel tudsz venni valakit, aki mondjuk állattenyésztéssel foglalkozik. Oké, következő az állatok eladása. Jó. Na, nagyon bírom egyébként. Tök jó. Meg én szeretem a változatosságot, nem mindig ugyanazt csinálni. És a farming után nekem ez nagyon változatos és érdekes. Alig várom, hogy minden kép
elkezdjük a kampánymódot is ebben a sorozatban is. Nem csak a farmingban, hanem ebbe is. Úgyhogy yes. Oh yes. Erősítsd meg a folytatás gombbal. Tanuld meg, hogyan kell eladni a hízott állatokat a kereskedőnek. Jó. Nyisd meg a menüt. Igen. Állataink. Állományunk. Állat súly szerint ugye érdemes akkor eladni. Oké. Okay. És amit láthatod, néhány állat megfelelő súlyt ért el, és készen el arra, hogy hasznosan elad. Oké. Okay. És akkor adjuk el ezt. Miért azt adjuk el a legvékonyabbat? Válasz ki az állatot, és eladás. Ennyi? Ennyi? Csak sibán? Biztosan el akarod adni az állatot? Alapár 387, szállítási költség 204, és ugye rengetegbe kerül a szállítási költség, szóval érdemesebb lenne elvinni, de hát most ugye nem ez a feladatunk. Ó, viszont ez már néz oda. Ez már ilyen 500-at ér, úgyhogy ezt be lehet azért keresni. Még egyet? Zárd be a menüt, jó. Ennyi volt, remélem nem csak ennyi volt. F1-et nyomok, mint az őrült. Na. Megtudtad, hogy adj el jószágot az állatkereskedőnek. Természetesen az állatokat magad is az állatkereskedő szállíthatod, hogy ezzel pénztokat is megnyilván. Oké, okay, ez is megvan. Biogázüzem síló a következő. Na, mit kell csinálni? Hát kicsit még mélyedjünk bele szerintem, mert nagyon kevés dolgot csináltunk egyelőre szerintem ebben a részben. Túl sokszor mondom, hogy szerintem egyébként. Véleményem szerint azt is lehetne mondani, és akkor nem lenne ennyi szóismétlés. Térkép betöltése? Töltödjünk. Reméljük, hogy nem kell ki semmit. Gyerekek, hát mi történik itt? Már megy bazza a csávó, figyeld. Vége az aratásnak. Egyébként azt tök tetszik, hogy úgy nem hiszed el, bazza, milyen munkások mennek itt jobbra-balra. Figyelj, oda megy aratni. Tök tetszik egyébként, hogy egy ilyen full szituációba rak be minket az egész játék, nem? Hogy konkrétan, mint egy ilyen farmora, hogy zajlik az élet. Na, a kukorica betakarítása javában zajlik, sőt az első szántóföldön ez a munka már véget is ért. Az oktatóanyag bemutatja, hogy a betakarított növényt hol lehet kirakni a biogázüzemben, és hogyan kell elkészíteni egy teljes feltöltött silót. Hú, nehogy már egy teljes feltöltött silót kell megcsinálnunk. Először a megrakódott pótkocsit a mező mellett lévő biogázüzembe kell vinni. Rendben. Adjunk neki, gyerekek, hol van a biogázüzem, hova kell egy a kezdés, nem álltam nyomni, igen. Erre rohadt kíváncsi vagyok, hogy ezt hova kell levinni. Ó, itt van közvetlenül a biogázüzem, hát ez tök jó. Egyébként tök jó, mert így ki van így táblázva minden konkrétan. Oké, és most oda kell mennem. Mi az, le kell mérni? Hagyd a mérlegre is, állj meg, ne vicceljél! Hogy le kell méretni? Az tök jó. Van mérlegünk, gyerekek, és nem csak bevodolva. Oda nézzetek, hány kilók vagyunk. Biogázüzem két mérleggel rendelkezik, amelyek a betakarított termés mennyiségének az ellenőrzésére szolgálnak. Rövid idő elteltével a mérleg a járműszerelvény teljes tömegét mutatja, a lerakodás követően megmérik az üres tömeget is, így a két mérés között eltérés megadja a szállítmány pontos súlyát. Látjátok, ez tök jó egyébként, nézd meg, izé most. 36,6 tonna van rajtunk, hogyha jól látom. Nem, bazze. Jó, 36,6 tonna. 36.607,2 kiló, gyerekek, nagyon tök jó. Oké. Okay. Hagyj a harmadik silóhoz. Oké. Okay. De jó, nagyon bírom egyébként. Ezt szeretem, azt a nagy traktor. Na, hagyjunk a harmadik silóhoz. Oda ki kell rakodnom, gondolom, de nehogy már meg akarja velem töltetni. Jaj, de jó egyébként, olyan szépek a koszos kerekek ebbe a játékba. Meg olyan szépen lapulnak a gumik, olyan jó fizikája van. Olyan jól érezni, hogy ennek van súly ennek a dögnek. Tudjátok, mire lennék kíváncsi, hogy felkapatok itt egy picit, hogy viselkedik a traktor, várjál már. Itt, kicsit okosba, így. Hát, igen, hoppa, találtunk hibát. Hoppa, meg egy kicsit, nem sikerült. Na, bazze, hoppa.
Bár is sokadtunk. Hát ez nem viselkedett túl szépen. Viszont borzalmasan nehéz a rajtunk lévő cucc. Oké, rendben. És akkor szeretnéd, hogy kirakodjak, ugye? Még odébb? Rakod le a szállítmányt a silóba. Figyeljetek, én lerakom egybe, bazza. Egy nagy, rohadt nagy kupacra. Azt mi történik akkor, hogyha én egy rohadt nagy kupacra rakom? Engedi? Ami nem annyira baráti egyébként, nem szabadna így, meg lehet, hogy nem is fogja engedni. Jó, egy kicsit odébb járok. Egyefene. Lesz egy ilyen nagy csúcs itt. Úristen, mekkora ez a bunker siló? Ez nagyon beteg, ezt mire hordom én tele? Mármint ugye a valóságban is, mármint ugye a sandbox jellegű, kampány jellegű játékmódban, nem csak a tutoriálban. Most az üres járműszerelvényen rá kell állnod a biogázüzem kiléptető mérlegére, és újra kell mázsálnod. A két mérés határozza meg a kirakott kukorica szállítmány pontos súlyát. Egyébként ez annyira jó ki van találva, mert ugye valóságban is így van, hogy itt tudják ugye kiszámolni, hogy mennyi kukoricát hozták konkrétan, kilóra pontosan. Mázsálás van, gyerekek. Mennyi volt? 36 tonna volt, ugye? Amikor először álltunk. Úgy. És 19 tonna. A két mérés közötti eltérés hozzávetőlegesen 17,5 tonna. Összesen körülbelül 700 tonna fér el egyetlen silóba. Ez azt jelenti, hogy a siló legfeljebb 40 pótkocsi rakományát képes befogadni. Ezután nézzük meg, mi a teendő silóval. Állj meg a biogázüzem parkolójába. Oké, de egyébként ez nagyon jó. Basszus, 17,5 tonna kukoricát hoztunk ezzel. Hát nem csoda, pont azt néztem, hogy amikor így elindultunk, akkor úgy szenvedett a traktor, mint az állat. De belegondoltak, nem csoda, mert hát 17 tonna. Ez iszonyatosan sok, srácok. Nem csoda, hogy a legnagyobb géppel húzingáljuk ezt a pautot. 17 tonna. Tök jó, mert így, hogy mondjam, így egy kicsit így képbe kerülünk, hogy mégis, és le kell a parkolóba, be kell állni, beszarsz. Ez is tök jó egyébként, hogy utasít ilyenekre a játék. Nekem ez is nagyon tetszik, hogy a parkolóba állj meg, nem csak így lehagy, ott hagyd a gépet a francba. És így megszokod a rendet. Oké? Okay. Igen, várni kell? Ja, most így hordják be a többiek, gondolom, vagy valami ilyesmi akar lenni. Sétálj a silóhoz. Igen, akkor ez megvan. Tömörítés? Valami csoda? Nem kell? Kéne tömörítene, nem? Na nézzük, hogy van. Most már mutatja izét? Nem mutatja, érdekel. A siló most megtelt. Ahhoz, hogy a kukoricából később energiát nyerjünk, a kukoricát silózni kell. Ehhez az egész silót ponyvákkal borítják, ezt követően megkezdődik az erjedési folyamat. Ezután a siló apránként felnyitható és megkezdődhet a silózott kukorica energiává alakítása. Ugye itt a silózott kukoricát konkrétan energiává alakítjuk, tehát itt nem az állati takarmányozás a célja, hanem itt energiát csinálunk belőle. Na, igen, ott van a töltősi kapacitás. Mit kell csinálnom? Mit szeretne? Fedd le a silót. Mutatja is, hogy hogy. Oké, lefedtük. Amint a vezérlőegységen látható, a silózott kukoricának most egy ideig erjednie kell. A következő oktatóanyagból megtudhatod, hogy lehet a biogázüzemet ellátni silózott kukoricával, vagy hogy pénzt keres. Ez tök jó befejezés. Egyébként ez a biogázüzem, ez Magyarországon van ilyen, gyerekek? Mert ez is nekem kimaradt. Jó, én utoljára a mezőgazdaság így real, csak a izébe a TS korszakban foglalkoztam, 90-es évek környéken. Oké. Okay. Igen. Következő. Bemutató biogázüzem bunker. Hát gyerekek, én akarok haladni, úgyhogy lehet, hogy még belevágunk egybe, jó? Hogy akkor minél gyorsabban eljussunk a kampányig, amit, vagyis a kampánynak nevezik itt? Karrier. Ugye? Talán karrier. Úgy jobban meg lehet fogalmazni. Jobban lehet ezzel a szóval definiálni. Karrier mód, ugye? Mert van külön karrier, meg van ilyen free. Na, indítsd el az oktatóanyagot. Megtanuljuk, hogyan kell ellátni a biogázüzemet az előkészített
szilázzsal. A vezérléshez és ellenőrzéshez a biogázüzem különböző vezérlőegységeit használjuk. Ja, hogy mi vezéreljük a biogázüzemet is, azt a betyát. Végül megtudjuk, hogy a biogázüzem hogyan termel pénzt és állít elő szántóföldön felhasználható műtrágyát. Ah, és műtrágyánk is lesz belőle. Nagyon jó. Menj a biogázüzem vezérlő egységéhez. Dik. Most ez komolyan? Nekem kell, nem. Vezérelnem. Oké. Okay. Ez a biogázüzem vezérlő egysége. Itt ellenőrizheted a monitorozhatod az összes fontos üzemi információt és adatot. Vessünk egy pillantást a vezérlőegység funkcióira, majd lássuk el a biogázüzemet biomasszával. Na nézzük, hogy mi ez egyébként, milyen funkciók vannak itt. Hát ez bunker üres, mi az? Bunker. Várható metán előállítás, metángázból várható bevétel. Ugye biogáznál metánt állítanak elő. Nagyon jó. Előállított kilowatt per óra. Tök durva. Hogy van a bevétel, hogy kilovattóránként mennyi eurót kapnánk? Elektromos termikus. Tök jó. Nagyon jó, várjunk, menjünk tovább. Oké, az energia előállításhoz az üzemet biomasszával kell ellátni a sílókból. Ezt beteszik a bunkerbe. A töltési szint a vezérlőegység bal felső sarkában látható. A bunker jelenleg üres, ezért nem keletkezik gáz. Oké. Okay. Ez olyan kemény bosszus. A biogáz előállításakor fermentált anyag keletkezik, amelyet műtrágyaként lehet felhasználni. A bal alsó részen figyelemmel kísérheted az előállított anyag mennyiségét. A fermentációs folyamatról a műtrágyázás kategóriában találhatsz további információt. Tehát akkor ide rakjuk be, ugye itt fog termelődni nekünk metángáz. És a melléktermék a fermentált anyag lesz, amit felhasználhatunk műtrágyaként. Na, a vezérlőegység alsó részén az aktuális hónap statisztikája látható. Itt követheted, hogy mennyi gáz termeltetek ebben a hónapban, és mennyi pénzt kerestél ezzel. A jelenlegi gázárat is mindig feltüntetjük, ugye itt van a gázár, amiről beszéltünk. Oké, erősítsd meg a folytatás gomba, a végül a bunker vezérlése a jobb felső sarokban található. Oké, itt láthatsz egy becslést a gáztermelésről és a hozzá kapcsolódó jövedelemről, a biogázüzem jelenlegi beállítása és bunker fedél vezérlése alapján. Oké, hát akkor kikéred itt, gondolom, a bunker fedelet. És ez hol van ez ki fogja nyitni valamelyik a... Nagyon durva. Na jó, hát ezt megnézzük, gyorsan rányomunk, azt már megyünk is oda. Indítás. Oh, így van. Nagyon jó. Rohadt jó. Oké, szép munka. A bunker feltöltéséhez még fel is kell fednünk a silót. Menj a siló melletti vezérlőegységhez. Jó, mert nem kell sokat hordani, az biztos. Oké. Legalább 5 szakaszba. Megvagyunk, szállj be! Ariomba? Vagy Éromba? Okay. Jó, csináljuk gyerekek. Én külső részbe váltok. Meg csinálunk egy újat, most már tudjuk, hogy az ötös gombmal meg ki tudjuk nyitni ezt. Gondolom lezárni igazából csak akkor kell, hogyha esetleg olyan árut viszünk, vagy pedig messzebb akarjuk vinni, vagy valamilyen hasonló. Na, tölts fel a bunkert. Tehát gyors ezt megcsináljuk, mert tudjuk, hogy rendesen meríteni kell itt. Úgy, 100%. Viszont az az érdekes, hogy itt nem lapulunk bele ebbe a munkásilóba lévő anyagba. Yeah. És ez tök jó, mert ilyen folyamatosan viszi el, nem az, hogy eltűnik. Jó, meg tudod rakni, hogyha úgy van. Jó, hát így hogyha tudsz meríteni normálisan, akkor egész jókat tudsz. 85%-on lett meg. Jó van, súlyunk is, beton. De jó. Mindenképpen mielőtt elkezdjük a karriert, karriermódon gyerekek,
akkor majd fogunk egy olyat csinálni, hogy mód bemutató, mert azért... olyan belestöbb. Igaz, hogy nem olyan túl sok mód készült ehhez a játékhoz, viszont azért néhány igen. És tök jó egyébként, mert itt is tudod játékon belül kezelni a modokat. Kikapcsolni, bekapcsolni. Az a szanszalaig. Tök jó, hogy szépen visszagurulsz. Alászeded. Visszaszeded. A félig van ugye, úgyhogy toljuk neki gyerekek. Viszont ez a kanál ez rettenetesen ki van dolgozva, itt aztán tényleg minden vezeték, meg minden apróság látszik. Annyi, hogy nem koszolódott eddig, ez egy kicsit zavaró, de gondolom nem az van, hogy egy merítés után már nyakig koszosak vagyunk. Egyébként tök jó lehet meríteni, hogyha így van időd bele túrni hosszabban. Nézzétek meg, minden pici csatlakozó tényleg nagyon részletes. Szuper. Hát ez egy méltó ellenfele egyébként a farming szimulátornak. Tehát többen írtátok, hogy a videómnak a hatására vettétek meg. Én ettől egy picit félek mindig, hogy utána ne az legyen, hogy véletlenül nektek nem tetszik, és akkor azt mondjátok, hogy hát a hülye keeper rávett, hogy vegyem meg ezt a játékot, mert annyira felhypolta, aztán annyira meg nem is tetszik. Úgyhogy ha véletlenül ilyen van, azt is írjátok le nyugodtan a gyerekek, mert tök kíváncsi vagyok, hogy esetleg volt-e olyan, aki a videó hatására megvette, és azt mondta, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy kár volt. De hogyha belegondoltok, hogy hány játékórát bele lehet rakni, akkor, és hány órát már mi beleraktunk még a tutoriálon, úgy szerintem azért árérték arányba elég jól mondhatni, hogy... Várjál, le akarom állítani. Ne menjen fölöslegesen, mert most meg oda kell menni a kijelzőhöz, és be kell zárnunk akkor ezt a bunkert, erre ugye most egyelőre nincs szükségünk, hogy nyitva legyen. És írja is, figyeld, hogy a kapacitás 30 ezer liter és tele is van. Tök jó, a felé lezárása. Oké, zárás. Nagyon jó. Ezt pneumatikus munkahengerrel csinálja. Oké, amint a vezetőlehetségen látható, a tároló megtelt, most várnunk kell egy kicsit. A biogázüzem lassan feldolgozza a biomasszát. Ugorjunk előre egy napot és nézzük meg, hogyan működik az üzem. Ez micsoda gyerekek itt. Ez meg ilyen izé, hogy melléktermék, ilyen salakanyag, amíg... Ez valószínűleg, hogy az. Hogy így, ami igazából ugye nem hasznosult. De jó! Nagyon szuper. Na, akkor folytatás. Mint látható, a biogázüzem feldolgozta a bunker teljes tartalmát. A vezérlehetség alsó részén az is látszik, hogy mennyi pénzt kerestél a biogázüzemben, kis mennyiségű fermentált anyag is keletkezett, amely felhasználható a növények tápanyag ellátásához. Ügyelj arra, hogy lehetőség szerint naponta töltsd fel a bunkert, ha készsilók vannak. Felvehetsz egy alkalmazottat is, aki minden nap feltölti a tárolókat. További információ az alkalmazottak menünél. Egyébként az nekem nagyon, nagyon bejön, hogy... ott van, lett 9961 fermentált anyagunk, gyerekek, az tök jó. Nagyon szuper. Jó, és ez mi az? Ezt a gombot nem tudom megnyomni. Ez nagyon érdekelnek ezek a gombok. Igen, ez tök jó, ugye ide is fel tudsz venni munkás, szóval így hogyha megfelelően jól működik a gazdaságod, akkor azért egy idő után így gondolom be tudod állítani a munkásokat, de viszont az marha jó, hogy a munkásokat úgy tudod beállítani olyan munkafolyamatokra, amik így elképzelhetetlenek voltak Farming Simulatorban, nem? Hogy így rendezi az állatokat, meg így. De tényleg az állatok alját nem kell pucolni? A passzus, arról nem is esett szó. Na. A következő gépek tisztítása, hát ez valószínűleg nem lesz hosszú. Gyerekek, ne haragudjatok, de most ez csomó minden van itt, ami tök érdekel. A gépek tisztítása az valószínűleg nem lesz egy bonyolult dolog. És ráadásul, ha jól tudom, akkor nem is tudod megcsinálni, hogy manuálisan mosod, ami nekem nagyon szívfájdalmam, mert azért tök jól néz ki a Farming Simulatorban, amikor ugye mosod a gépet itt szépen. Gyerekek, tudod mi kellene? Az, hogy ebbe ezt... Hú, bazzed, mi a pöcsöm? Úristen!
Most az Úristen annak szól, hogy a konkrétan... Ne... Így el tud tömődni a izékerék, figyeld! Hogy izé, hogy nem látszik a mintázat. Tudod, amikor így behordja oda, ilyenkor van a legnagyobb gond, amikor a földön így betapad, és megszűnik szinte az összes tapadás, ugye nem látszanak nem látszik a mintázat a gumin, és konkrétan a sára sáron forog ilyenkor már el. Úgy, fú, ez jó, ez jó. Macska, menj innen! Na, berendezéseid a terepi munkák során bepiszkolódhatnak. A tisztításukat a farmon lévő magas nyomású mosóval végezheted el. Igen. Igen, az a baj, hogy itt tényleg csak azt hiszem, annyit lehet, hogy bekapcsolod. A gép letisztításához, és letisztításához hajts a magas nyomású mosó mellé. És indítsd el a tisztítást. Na, hát ezzel nem vagyok kibékülve, gyerekek, hogy indítsd el a tisztítás folyamatot. Nem, ez valahogy így... Ez így valahogy nekem nem adja, de jó, oké, így szépen tisztul. Egyre inkább kikerül a sár a kerekekből. Ugye a tárcsa is szépen megtisztítódik. Ez igen, ez volt a tutoriálok csúcsa. Gratulálunk, most már tudod, hogy tarthatod tisztán a gépeket és berendezéseket. A következő bemutatóban az is kiderül, hogy hogyan és hol tankolhatod meg ezeket. Á, gyerekek, hát ezt mindenképpen még megyünk tovább, mert ez egy ilyen nagyon pici kis tutoriálok, így már azért talán haladunk. Viszont engem az nagyon érdekel, hogy ugye van ez a karbantartás, meg van egy külön elhasználódás menü, meg van egy külön karbantartás, vagy egy állapot és egy karbantartás. Ezt nem tudom, hogy ezzel hogy fog ez működni, vagy egyáltalán mit tudunk ezzel kezdeni. Meg nagyon érdekel, hogy a gépekre tudunk-e különböző kerekeket rakni, különböző beállításokat, nem, olyan csomó minden érdekel. Mi ez? Oda nézzetek, milyen menü ez? Figyeld már! Mi ez? Ilyen karbantartás? Állatok? Ez mi? Na, az üzemanyagtartás szinte üres. Szinte nincs üzemanyag, nem sokára tankolni kell. Na, mi ez? Különösen a traktorok használnak hatalmas mennyiségű üzemanyagot. A munka megkezdése előtt mindig győződj meg arról, hogy a géped elegendő üzemanyaggal rendelkeznek-e. Nem akarod, hogy kiürüljön a tank a szántó kellős közepén. A töltőállomáson beszerezheted a traktorok üzemanyagát. Nagyon szuper, itt vagyunk a kúton. Jó. Hajts a benzinkútra. Én nem tudom, mik ezek a... Vannak ilyen túltippek bal oldalt, amik így megmutatják, hogy éppen mit kéne csinálni. Úristen, ez bálunk a kútra, gyerekek. Az igen. Tankolj legalább 400 litert, Franco. Okay. Nincs manuál tankolás? Tényleg? Annyira jó lenne egyébként. És én kiszállok csak azért, hogy megnézzem, de... Ez például nekem ilyen, hogy csak rákattint, az... Ja, még az is jó lenne, ha nincs is animálva, nem srácok? Az is adna hozzá egy... Hát valahol egy picit van egy olyan érzésem, hogy csinálták a fejlesztők ugye ezt a játékot, és lehet, hogy voltak olyan időszakok, vagy egy olyan... Mi ez? Mi van? A benzinkút gyakran messze van a saját gazdaságodban is elvégezheted a tankolást. Rendben, oké. Okay. Szállj ki. Laxionból hajts a farm benzinkútjára. Jó. Ja, már át is kerültük ide, szuper. Jó, ja, és mintha elfogyott volna a pénz, vagy pedig már nagyon végét rúgta volna a fejlesztési időszak, és néhány dolog ilyen nagyon leegyszerűsítetlen. Indítsd a folyamatot. Például erre is fordíthattak volna egy kicsi időt. Csak annyit, hogy esetleg, nem tudom, egy csövet kell csatlakoztatni, vagy bármi. Meg ugye a steriben van való mosás, az is nagyon fapad azért. Az se egy nagyon szuper dolog lett. Fejezd be bemutatót. Ennyi volt. Na, a járművek alaphelyzet beállítását, ezt is még meg kéne nézni. Ugye ebből most már csak ez az utolsó talán. Csomó mindent. Azért na, rengeteg dolgon átlépünk most, és haladunk ugye a karrier mód felé. Ami azért nem lesz rossz, gyerekecskéim. Azért nem meg kell küzdeni a játékkal, hogy tudjál normálisan játszani. Aha, előfordulhat, hogy a munkagéped reménytelennek tűnő helyzetbe kerülsz.
Ilyen esetben a járművek menü segítségével állítható alaphelyzetbe a berendezés. Egyébként viszont van gyárilag vonórudán meg valami, tudod vontatni a járműveket, de hát ez igen, ez elég reménytelen helyzetben van. És akkor nézzük meg, hogy hogy van ez. A flotta, ugye? Ki kell választanunk a járművet. Mi az? Mutatja, még azt is. Baze? Még azt is mutatja. Hallod? Ez nagyon jó, hogyha egy járművedet megnézed, akkor még mutatja is, hogy éppen hol van. Tehát ez tök jó, mert ugye amikor így adod, veszed a járműveket, vagy éppen akarsz valamit csinálni valamelyikkel, akkor Farming Simulatorban tök kellemetlen. Vannak ilyen mémek ugye, hogy rossz járművet adsz el, így viszont látod, hogy éppen melyiket állítod vissza. Hányszor fordult elő veletek is szerintem, hogy Farmingban rossz járművet adtál el, ott maradt a tárcsa, érted, a föld közepén, vagy pedig rosszat ugrattál vissza. Menj ki a járművet, igen. Hova kell vinni a járművet? Játékoshoz, vagy a farm földterület. Az viszont tök jó, hogy a játékoshoz is tudod vinni, tehát hogyha most egy kicsit én annyi, hogy elakadsz, hátrébb mész egy kicsit, egy olyan helyre, ahol ugye biztonságos, például most én kimennék az útra, és akkor oda tudod magadhoz hozni. Ez nagyon jó, mert ugye például, ha kim vagy a földön, és ott elakadsz, vagy valami bármi történik vele, akkor nem az van, hogy visszaállítod mondjuk a bolthoz, vagy a farmodhoz, és akkor újra ki kell menned, hanem akkor így, ez nagyon baráti. A farm földterület opció járművet biztonságos helyre mozgatja. Ha a jármű szántóföldön van, a jármű a szántóföldi behajtóhoz kerül. Ha valahol az úton vagy a mezőn kívül tartózkodik, a jármű visszakerül a farmra. Tehát, hogyha szántóföldön vagy, akkor már alapban csak oda kerül a szántóföldi behajtóhoz. Az tök jó. Jó, most akkor ugye ezt akarja, hogy nyomjuk meg. Ja. És a gazdaság, nézd oda, bekerült az izébe. Bekerült az egyik garázsba, ott mutatja is, nézd meg, ott van benn. Nagyon durva ott. Ez viszont annyira jó. Ez tök jó, hogy van egy ilyen kicsi kamera, amivel tudod nézni, hogy hol vagy mégis. Ez jó, ez tetszik. Oké, nyomjuk meg az F1-et. Fejezd be az oktatóanyagot. Gratulálunk, most már tudod, hogy hozd ki a járműveket egy szorult helyzetből. A kötetlen játékmódban akár újra be is töltheted a járműveket. Ez hasznos lehet, ha vissza akarod állítani a gépeket a gyári beállításokra. Légy azért óvatos a jármű újra töltésével, a funkció használatokor a gép minden feltöltési szintje és beállítása elveszik. Ja, te tudsz egy ilyen resetet nyomni a járművön, de ezt ugye a... milyen módba? Kötetlen játékmód, ez nem a karrier, hanem van olyan, tudjátok, ez a sandbox módban. Ez viszont tök jó, hogy ide berakt. Hol vagyunk egyáltalán? Ja, itt vannak ilyen garázsok, ezt nem is láttam. És mi ez itt? Tök jó. Meg ott is szerintem garázsok vannak. Úgyhogy itt azért be tudsz rendezkedni, tök frankó. Jó, befejezés. Ó, nagyon jó. Alkalmazott a szántó. Na, ez. Ingem, ez nagyon érdekel ez a rész, de ez már csak a következőben lesz. És nézzük meg, 45. A gyerekek már csak 6 darab oktató anyag van vissza. Már csak az utolsó tanúsítványt kell megszerezni, és akkor utána ugye neki tudunk állni a fejezeteknek, ahol minden különböző, egy csomó mindent így meg kell csinálni. Itt van a követelmények, látod? Úgy kell végigmenned, hogy ezt már tudnánk is csinálni, de ugye utána meg ez jön, utána ez, és akkor így konkrétan már, hogy mondjuk... Már egy ilyen konkrét szituációkba rak bele a játék, amit meg kell oldanod, meg kell csinálnod. Ez viszont nagyon jó lesz. Oké, várlak benneteket a következő részbe. Írjatok nyugodtan véleményt, és tényleg írjátok meg, hogyha valaki úgy vette meg a játékot, hogy a videóim hatására, viszont, és ott írja, hogy milyen hosszú lesz körülbelül. Nézd oda, hogy 180, 210 perc, 120, 150, fú, ez tök jó, ez nagyon tetszik. Ott van, hogy mennyi XP-t kapsz érte. Ugye az XP lényegesebb a játékban, mert az XP-nek köszönhetően nyílnak meg majd különböző új dolgok. Na, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!